Szevasztok, Petőök és az Ava Group média csatornát nézitek. Tehát itt vagyunk az ideglenes stúdiónkban, az új lakásban, amit szépen lassan lépésről lépésre relatív egyedül föl fogok újítani. Esetleg lesznek segítségeink, ugye villanyszerelő, meg Krisztián barátom valószínűleg a projekt során jönni fog segíteni. Mint ahogy mondtam, az előző tolaj meglehetősen érintésvédelmileg kérdésesen hagyta itt a lakást, tehát minden lámpát leszerelt, de a kábel végeket azokat simán itt hagyta, úgyhogy ma az lesz a projekt, hogy ezeket az érintésvédelmi hibákat kiküszöböljük, illetve egyben felszerelünk, hova tettem le, ezeket a kiváló és amúgy egyben leértékelt építési lámpákat, ugye 6-ot kell majd felszerelnünk ma. Azért vettem meg ezt a csomagot, mert egyrészt olcsóbb volt, mint hogyha a 3-at külön-külön megvettem volna. Két ilyen csomagot vettem, tehát lett hirtelen 2 darab fázisceruzánk, majd megmutatom, hogy hogy működik. Lett egy rakat csokink, amit nem szeretünk. Van király szikszallagunk, és ezeket a csokikat majd lecseréljük vagókra. Arról is mindjárt lesz szó. Úgyhogy, ha érdekel a dolog, akkor vágjunk bele! Tehát itt van, hogy mi kell a mutatványhoz, tehát a 6 darab izó. Ugye az izó vásárlásnál fontos, hogy ez 57 wattos, 75 wattnak felel meg, viszont ezen a dobozon rá van írva, hogy csak 60 wattig szabad berakni, tehát ha lehet, ne rakjatok bele erősebb izót, mert meg fog olvadni a műanyag. Fáziszceruzát majd innen kiszedjük, nem árt, ha van nálunk egy multiméter, a fáziszceruza se rossz, de a multiméter az igazi. És vissza a csokikhoz, ugye ezeket hívják úgy köznyelven, hogy csoki, valójában ugye gyors kábel csatolónak hívják, ha jól tudom, viszont mi vagókat fogunk használni, mert ha gyorsaságról van szó, akkor ennél nincs jobb. Tehát ezt itt egy kézzel is akár kinyitod, beledugod a kábelt, így oldalt benne lesz a kábel, lecsapod, és már zárva is van. Míg a csokinál a csavarhúzóval tekergetni kell, közben egyik kezeddel fogod a csokit, a másik kezeddel fogod a foglalatot, hogy ki ne essen, a harmadik kezeddel pedig húzod meg a csavart, mennyivel egyszerűbb ez a megoldás. Úgyhogy minden csokit le fogunk cserélni vagókra, van belőle 2 dobozzal, úgyhogy nincs egy gond se. Valamint kell hozzá egy létra, hogy följussunk oda. Egy nagyon érdekesség, biztos sokaknak föltűnt már, hogy a németeknél a fel és a le fordítva van. Ezt a konyhában meg tudom neked mutatni, hogy ilyen állásban van a kapcsoló, napvilág, icaka, napvilág, icaka, napvilág, icaka, napvilág, icaka. Indítunk egy játékot. Ki tudja, hogy miért csinálja így a német, és miért nem a magyar? A magyar ugye az egyszerű, fel van kapcsolva, le van kapcsolva, fel van kapcsolva. De miért csinálja így a német? Le fogtok döbbenni a válaszom. Jó? Hogy legyen valami tétje, a nyertes nevét a következő videóba be fogom mondani, tehát aki először megírja a chatben, hogy miért van fordítva a villanykapcsoló Németországba, annak bemondom a nevét a következő videóba, sztár leszel. Na, de mégis tegyük föl, hogy akár rosszul is köthették volna be, ezért mindig le kell előrizni, hogy van-e áram a záramban. De hogyha ezzel se akarsz bajlódni, akkor még a legjobb megoldás és a legbiztosabb megoldás az, hogy eljössz a kis megszakító szekrényhez. Megkeressük, hogy mi a Licht Wohnzimmer Schlafzimmer 18-as. Még jó, hogy szarul van megszámozva, de ez a 18-as. Lekapcsolod,
és most már elvileg semmilyen körülmények között nem lehet áram a kapcsolóba. De nem vagyunk hülyék, és leellenőrizzük. Leellenőrizzük méghozzá a fázisceruzával. A fázisceruza úgy működik, hogy ha ide rakod az ujjad, de csak akkor, ha ide rakod az ujjad, és a végét hozzáérinted egy áram alatt lévő fázis vezetékhez, akkor benne egy pici lámpa föl fog gyulladni. Mindig mielőtt fáziceruzát elkezdenénk használni, ki kell próbálni, hogy tényleg működik-e. Mert tök jó, hogy méregetjük, hogy nincsen áram a kábelbe, aztán kiderül, hogy mégis van. Így, bedugjuk, hozzáérünk, nem világít. Bedugjuk, hozzáérünk, világít, figyeled? Tehát csak akkor világít, hogyha a végéhez hozzáérsz. Tehát ez a vezető, ez a nem vezető. Hogyha normális volt a villanyszerű, aki ezt csinált, akkor szintén nem volt normális. Nem ugyanarra az oldalra rakta. Na mi van itt? Nincsen áram ebbe a dugajba. De van. Ha? Na ezt a dugajt ha meg kell nézni, valószínűleg rossz. Tehát még egyszer, ugye, csak azért, hogy tudjuk, hogy egyáltalán van-e a kábelbe áram, fölkapcsoljuk az automatát, fölkapcsoljuk a villanyt, fölmegyünk a létrára, hoppá, a létra rohadtul csúszik, parkettám. Ha jó volt a villanyszerelő, kicsit közelebb megyünk, figyelem, áram van a vezetékben, három vezetéket találtok. Az egyik sárga-zöld, ő mindig a föld. Tehát ő csak biztonsági szerepe van. A kék az normális esetben a nulla vezető, nincs is benne áram, ő a visszatérő ág, ugye az áram mindig egy kört formál, és a barna vagy fekete, és világít is, látjátok? Tehát a barnába, vagy a feketébe, attól függ, hogy milyen kábel, van legtöbbször a fázis, de láttam már olyat, hogy a villanyszerelő rosszul csinálta, és hát nem a barnába, hanem a kékbe volt a fázis, meg is baszott az áram. Na, megint csak lekapcsoljuk a 18-ast, ellenőrizzük, Licht, von Zimmer, 18-as, még egyszer ellenőrizzük, és még egyszer fölmegyünk a fáziszeruzával, és megnézzük, hogy sikerült-e a műtét. Illetve természetesen nézzük, aha, nem világít, látjátok? Ennek ellenére, hogy tudjuk, hogy le van kapcsolva a kis megszakító szekrény, ezt is lekapcsolom, mert mi van akkor, hogyha nem vagy egyedül a lakásban, valaki nem tudja, hogy villanyt szerelsz, és mégis fölkapcsolja az áramot a világításba, mert neki éppen kell. Úgyhogy minél több biztonsági lépést teszünk bele a rendszerbe, annál jobb. Jó? Akkor lássunk neki. Tehát így néz ki egy ilyen építkezésre való foglalat. Tehát ide jön bele az E27-es izzó, rajta a csoki, és ez egy nagyon fontos dolog itt, mert a lámpának sosem a csokin vagy a vagón szabad lógnia, sohasem, hanem mindig vagy egy csomót kell kötni a régi kábellel, vagy ezt föl kell dübelezni a plafonra. Én most azt fogom csinálni, hogy a régi kábelt átdugom ezen, csinálok rá egy hurkot, tehát ez a régi kábelen fog lógni, és nem a kötésen fog lenni az egész lámpa súlya. Nem beszélünk nagy súlyról, de mégis. Mi az E27-es? Az E27-es izzó, az ide van írva, az izzó talpának az átmérője 27 mm, az E14-es izzónál pedig 14 mm. Tehát, mint mondtam, kicseréljük ezt a csokoládét két vagóra. Ehhez nincs más dolgunk, mint a csokoládéban lévő csavart meglazítani, és
ki is jött a csoki. Nagyon helyesen látható, hogy a két kábelvég az le van zárva érvékhüvellyel, ez így szakszerű. Igaz, a vakuóhoz nem feltétlen szükséges, hogy ez meglegyen, de mindig jobb, mint sem, hogyha hiányozna. És akkor jön a két vagó, ugye nem egy vagóba dugjuk bele a két kábelt, hisz akkor rövid zárban, hanem az egyik vagóba az fáziskábelt, a másik vagóba pedig beledugjuk a nulla vezető kábelt. És ugyanezt megcsináljuk odafönt a mennyezeten. Tehát nos, és akkor ahogy ígértem, bekötjük a lámpát, megint kezünk be a fáziszeruza, megnézzük még egyszer, hogy nincsen áram a fázisban, nincsen. Nyugodtan odaáig bérhetünk, és anélkül, hogy kitépnénk a kábelt a mennyezetből, átbújtatjuk a kábeleket az úgynevezett Zug Entlastung gyűrűn. Így, ni. Ezt fölhajtjuk, így ezen a kábelen lesz a súly nagy része, illetve két vezetőt ráhajtjuk gyakorlatilag a Zug Entlastungra, és a kék vagótba beledugjuk a kék kábelt, tehát ha jól látjátok, akkor a kék a kékkel. A fekete kábeles vagóba pedig beledugjuk a fekete, tehát a fázis kábelt. Bezárjuk, megnézzük, hogy stabil-e, jöhet az izzó. Beletekerjük az izzót a foglalatba, bekapcsoljuk az áramot, és megnézzük, hogy működik-e. Rögzítettük a foglalatot, elmegyünk a kis megszakító szekrényhez, bekapcsoljuk az áramkört, fölkapcsoljuk a lámpát, és megnézzük, hogy van-e csoda. Tada! Nem túl sok, de legalább látni lehet vele. És most ugyanezt megcsináljuk az összes többi szobában. Gyors felvétel! We'll be right back.
így szereljünk föl ezeket a építkezési lámpákat üzembiztosan, anélkül, hogy megbacsizna az áram. Ez a videó nem jöhetett volna létre Tarján Péter barátom, Dajka László barátom, kedves feleségem és anyósom támogatása nélkül, mert ők mind anyagilag támogatták ennek a kamerának, illetve anyósom a kamera kiegészítőinek a megvásárlását. Hogyha ti szeretnétek támogatni a YouTube csatornát, az Ava Group Médiát, akkor a videó alatti leírásban megtaláljátok a Patreon oldalunk linkjét, ahol bármikor küldhettek nekünk akár 1 eurónyi támogatást is, amit természetesen ilyen kiváló technikai felszerelésre fogunk költeni. Úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is, amikor parkettát fogunk bontani.